Életmű kiállítással ünnepelték a 80 éves Gál András festőművészt tisztelői, barátai, volt tanítványai, pályatársai a Csiki Székely Múzeumban. Ez alkalommal mutatták be a tárlat katalógusát is, amelyből nem csak a művész képeit, hanem életútját is megismerhetik. Azt mondják, nem szabad hozzá nyúlni, de ezt muszáj kivenni a fényben. A főiskolán így tanítottak minket, hogy így kell megfesteni egy portrét. Most már azt mondják, fested, ahogy tudod. De mi akkor megnéztük, bementünk a könyvtárba, és megnéztük, hogy régebb Rembrandtik hogy festettek egy portrét, vagy Székely Bertalan. Hogy festett meg egy arcképet? Mai napig is megvan. Szász Endre azt mondta, hogy milyen sok festő van, nem baj. Az idő kisepri ezeket. Az idő fogja kiseperni, tehát az is a természet. Azt mondja, a reneszánsz alatt milyen sok művész volt. Most ötről beszélünk? Vagy még annyiról se? Az ott van egy kicsi portré, ott valamit meg kéne mozdítani, vagy a képet kéne benne hozni, lehet-e? Itt, mindjárt, ahogy bemegyünk, van egy öreg asszony a püspök mellett. És az asszony nem látszik, pedig az egy nagyon fontos róla neki. Mi gyermek nem rajzoltam. Nem? Nem rajzoltam, én csak hetedikes koromban rajzoltam, állatokat rajzoltam természetrajzórán. És akkor figyelt fel egy tanárnő arra, hogy hát én ezt le tudom rajzolni. És akkor kezdtek engem irányítani oda a művészeti iskolát. És aztán ment Vásárhelyre? Mentem Vásárhelyre, és amikor megláttam egy szobrot, hogy le kell rajzolni, én életemben nem láttam szobrot se addig. Rajztanár se láttam, Litróban nem volt rajztanár abban az időben. Úgy megijedtem, amikor megláttam Zeuszt a művészeti iskolában, és hogy le kell rajzolni. Hosszú éveken keresztül azt rajzolták, azt a szobrot. Én is rajzoltattam aztán a diákokkal. Na, sikerült-e azt egy kicsit? Na jó, azért, mert az egy nagyon finom portré volt ott, és az kellene valahogy látszani. Na, úgyhogy köszönöm szépen. Na, ez a Pompidou palotában van, Párizsban, de ott minden nagy művésznek van egy kis terme. Picasso-nak is, Léger, Van Gogh mindegyiknek. Ez Matisse terem. Ez az arról híres, hogy Matisse festette egy olyan portrét, amin egy román ruhába, román lánynak az inge, vagy miféle van. Na ez az. És ez egy másik képenek, és ezek itt beszélgetek. Ez egy kerámikus nő, aki erdélyi származású volt. Ez pedig Román Viktornak a szobrai, a évfolyam társaim volt, akire is van írva, hogy Román Viktor, Párizs 2002. Évfolyam társa volt Román Viktor? Igen. És együtt állítottunk ki Párizsba. Simon Endre, Gyarmati. Gyarmatinak most Vásárhelyen van egy szép kiállítása. És Márton Árpi. Tehát Sütő intézte el azt, hogy Párizsban akkor volt egy ilyen erdély vagy magyar kultúra éve. És akkor azt mondta Sütő, hogy hát a művészeti iskolát is kellene képviselni, és akkor menjünk el Simon Endrével hárman, hogy Román Viktorral állítson ki a kultúraházába, akkor ott. És akkor azt mondták, hogy még jöjjön kettő. És akkor én választottam Márton Árpádat, Simon Endre pedig Gyarmatit. Ez Viktornak a nagy szobrai Párizsban, amik fel vannak állítva a parkokban, ekkora a műterem kap ajtaja neki. Tehát akkor ez mekkora ez a madár? Na, mondtam, hogy kérdeztem tőle, hogy milyen, hogy festenek most Párizsban. Mindenki, ahogy tud. Az alkotások mellett. Azért... Igazgató úr, nincsen zene. Én szerettem volna hallani, hogy hogy... Igen, Vivaldi. Lesz holnap mindenképpen, ez már 5 órától. Igen, és akkor, az lesz, hogy utolsó... A Csíki Székelye Vivaldira fogra begyülni ide. Tőle lopott mindenki ötletet, mindent Vivalditól loptak. Minden zenésze belőle él. Még mai napig is. Csak a kortárs zenészek nem, nekik elég, hogyha a csűrkapu nyikorog kifelé.
Csíkszereda az a hely, ahol a tekintélyes Mikóvár sem elég tágas a művetkedvelőknek. Közel 5000 ember jelenlétében nyitották meg a gyergyódítrói, jelenleg Pannonhalmán élő Gál András festőművész 80. születésnapjára időzített életmű kiállítást. Az interjú kötet bemutatóval egybekötött ünnepi tárlatnyitón Gyarmati Zsolt múzeumigazgató úgy fogalmaz, törleszteni valójának tesz eleget az intézmény a térség egyik meghatározó jelentőségű festőművész előtt, mivel eddig csak 1964-ben és 1986-ban nyitottak munkáiból kiállítást. Most 5 teremben a művész 108 festménye látható. Köszöntőjében Csíkszereda megbízott polgármestere Antal Attila elmondta, az 1959-ben Csíkszeredába érkező rajztanár művészete itt teljesedett ki, és a csíkiak büszkék arra, hogy színt és értéket kapcsol Csíkszeredához. A Városháza jelentette meg erre az alkalomra azt a 80 reprodukciót tartalmazó interjúkötetet is, melyben a művész beszélgetőtársa Székedi Ferenc újságíró volt. Ebből Papp Tibor színművész olvasott fel részleteket. Az alkotás felelősségét hangsúlyozta a tárlat anyagát szakmai szempontból bemutató Banner Zoltán művészettörténész. A környék művelődés szervezésében is fontos szerepe volt Gál Andrásnak, hisz Márton Árpáddal és Zöld Lajossal együtt 1974-ben Gyergyószárhegyen nemzetközi hírű alkotótábort alapítottak. Titró, a szülőfalu is köszöntötte Gál Andrást, majd a művész mindenkinek megköszönte a méltatást, az ünneplést. Köszönöm szépen! Egy év leforgása alatt három olyan eseménynek lehettünk itt a Csíkiszékely Múzeumban házigazdája, amelyek egyrészt tematikusan összefonódnak, másfelől pedig egy igen magas színvonalat is jelentenek a művészeti szcénában. Tavaly májusban nyitottuk meg a Szárhegyi Művésztelep 4 évtizedét bemutató kiállításunkat. Ősszel ennek a művésztelepnek az egyik alapítóját, Márton Árpádot ünnepeltük a 75 éves születésnapján, illetve most alig néhány hónap múlva a másik alapítót, Gál Andrást köszöntjük a 80 éves évfordulóján. Az egy nagy öröm megtölteni 5 termet, 108 munkát bemutatni, és ez a több száz ember a megnyitón, ez is önmagáért beszél. Tanítványok vannak itt, rokonság van itt, az ő tisztelői. Egy óriási élmény mindenki számára, hogy itt lehetünk és élvezhetjük az ő munkásságát, amiről el lehet mondani valóban, hogy európai színvonal. Ezzel kezdtem én itt, Csíkszeredába az én vázlataimot, Nagy Imre szerint, hogy menj, mindenit csinálj, vázlatot. Hát ezzel indultam el, de ezek nem az indítványok, mert amit én kiállítottam 64-ben itt akvarelt, abból egy sincs. Mert azok tényleg vázlatok voltak. De amikor ezt már kezdtem feldolgozni, úgy, ahogy a Hans Löw mondta, hogy próbáljuk másképpen festeni, mint Nagy Imre vagy mint Nagy István, és akkor kezdtek megszületni ezek a képeink. És ezek megmaradtak, nem adtam soha, ott van például az anyaság. Az, ami ott van hátul, azok a hegyek. De nem is a hegyek, hanem az anya és a gyermeknek az aurája körülötte. Tehát, vagy itt van mellette egy csíkitáj. Hát így néz ki egy csíkitáj. Ott van parcella, ott. Itt van, kint a kőbányánál is lehetett látni azokat a vonalakat, amit szántottak a székelyek. Na most ez egy kísérlet volt. Ez után a 80-as években nekifogtam pátszor festeni. Még 5 perc se kell, hogy egy ilyen képet festek. Ez 70x100-as méret. Azért nem kell, mert sótartóban van a festék, és ott csak így ennyit hintettem, már a fa megvolt. Hintettem a pirosat, a kéket, kész volt. Tehát vizes alapon porfestéket hintettem rá. Ez ugyanaz, csak ez már egy kicsit tovább vártam vele. És ha tovább vártam volna, akkor az egész ilyen fekete lett volna, mindenütt befolyik mindenübe, és eltűnik a papíron. Kikísérleteztem azt, hogy lehet ezt megcsinálni, hogy ilyen is legyen, ilyen szép. Na most, ha azt mondaná nekem valaki, hogy ezt másoljam le,
nem én nem tudnám, senki se tudná lemásolni, hogy ez ilyen gyönyörű legyen, ezek a szép átmenetek, amik itt vannak. Ez. Aztán azt mondtam, ezt ilyen gyorsan lehet csinálni, akkor én ezt nem csinálom tovább. Gál András 80. születésnapjára egy kötet is jelent meg. Úgy szerettem volna, hogy beszéljen nekünk a Művészeti Középiskoláról, Vásárhelyről, Kolozsvárról, a csíkszeredi emlékeiről, arról, hogy hogyan és miért került a Pannonhalmára, és nagyon sokat arról, hogy miért fest, úgy, ahogy fest, miért fest a természetet, miért nem mást, miért nem keres más témákat, és egyáltalán mi a véleménye a jelenkori művészetről. Ezek mind benne vannak a könyvben, és úgy gondolom, hogy egy roppant izgalmas olvasmány. Voltak éppen erőtérbe került az a háttér, amiről a műkritikusok általában nem beszélnek. Ugye ők beszélnek a művekről, az alkotásokról, besorozzák ide vagy oda, de itt megjelenik maga az ember. 59-ben, mikor én bekerültem Csíkszeredába, a középiskolába, akkor került be Gál András tanárként. Egy darabig osztályfőnököm is volt, ő volt az első rajztanár, aki valóban rajzot tanított. Ha jól emlékszem, úgy is hívták az iskolába akkor a diákok, hogy trapéz. Addig ábrázoló geometriát nem tanítottak, ő tanított ilyesmit is. Utána pedig leköltözött Zsögödbe, viszonylag hozzánk közel. Mi Zsögödbe akkor egy eléggé nagy zsögödi bandát alkottunk, voltunk vagy 15 fiú, és akkor vele elég közel kerültünk. Utána az érettséginél volt egy kis gigszer velem, noha... Hát mondjuk éltanúra voltam, osztályfelől és mindenféle kutya füle, nagyon jó matekes, de éppen nem. Azért, mert hallgattam a Szabad Európát, ki akartak az iskolából passzolni, nem engedtek érettségizni, és akkor a tanárok közül Gál András állt mellém, aki mondjuk biztatott, hogy ne adjam fel, ugye akkor azzal járt volna kirúgásra, nem mehetek egyetemre sehova, és ez bennem megmaradt ez az emberi meregsége. Itt van egy önarcképem, ami talán elég jó, ez. Kérdezik, hogy miért vagyok én ilyen pessimista. Mondom, azért, mert fekete alapon van rajzol. Fekete az alap. Ezt kecelen festettem, és azt kérdezte a polgármester tőlem, hogy mit tudok én kecelről. Mondom, egy dolgot tudok, de nem jó. Azt mondja, az mi? Mondom, hogy Magyarországon itt hamisítanak a legtöbb bort. Úgy megharagudott. Máshol is ennyire ismerik és szeretik Gál Andrást, mint itt Csíkszeredában? Erdélyi művészt soha nem szeretik úgy máshol, mint odahaza. És mivel úgy hozta a sors, hogy 88 óta én is Magyarországon élek Békés Csabán, ezért az erdélyi művészek mindig engem kérnek meg, hogy nyissa meg a kiállításaikat. Trianon óta van tulajdonképpen erdélyi magyar művészet, amiről azt hiszik, hogy az Nagy Imre, a tájékozottabbak, na még Nagy István, de az, hogy milyen autonóm művészeti szerkezet épült fel az elmúlt 100 éve Erdélyben. A művészet sehol máshol olyan közművelődési, közösségi fontossággal nem bír, mint Erdélyben. Az erdélyi művész az nem csak mestere a művészetnek. Az pap és proféta, ahogy Reményik Sándor mondja a költőről, ugyanazt mondom a művészről is. Ezért kaptam az első képzőművészeti kitüntetést. Hajdúböszörményben voltam legelőször nemzetközi művésztelepen, ez ottani ház, és amikor a művésztelep befejeződött, régen egy művésztelep 4 hétig tartott, vagy 3 hétig, vagy 2 hétig, aztán fokozódott, most azt hiszem, hogy egy napos a művésztelep. De Szárhegyen is 4 hétig voltunk a művésztelepen. És amikor befejeztünk, én Nagy Palival voltam, Vécsi Nagy Zoli édesapjával voltam a művésztelep. Tanár volt Marosvásárhelyen. Persze, de engem nem tanított, mert akkor jött a főiskolára, amikor én elmentem már Vásárhelyről. Ő volt elem a művésztelepen, és Plugor Sándor. 3 voltunk meghívottak, minisztériumi jóváhagyással.
Azt mondták, hogy na, rakják ki ide, most jött a zsűri Budapestről, mindenki rakja ki, amit festett. Hát ilyen esetben legalább 10-15 munkát ki kellett, annyi, hát reggeltől estig festett. Voltunk, hogy azon a művésztelepen akkor olyan 15-ön, és adtak 3 díjat, 3 Káplár Miklós díjat, abból egyet én kaptam, ezért a festmény. És azután sokszor figyeltem, hogy volt olyan budapesti, debreceni festő, hogy ezt a stílust átvette. Én többet nem is csináltam azt, hogy az akvarellet késsel kikapartam. Itt például, ki van itt, ez ki van kaparva ki. Uh-huh. Akkor meglátom, hogy van, amelyik után, az többet nem csináltam. 71, amikor kezdtem az újságírást, akkor ők már Márton Árpival itt Szeredába alkottak. Én elég sokat írtam, akkor már írtam. Akartam írni a kultúráról, és írtam az egyik kiállításáról. Én frissen végzett egyetemista, akkor jöttem haza Bukarestből. Valami olyasmiket írtam, hogy hát már elég volt a fenyőkből, mindig csak a hegyek, a fenyők, stb. Hát már egy kis avantgárdot be kellene hozni ebbe a vidéki életbe, ugye? És akkor Mezei Jócó, aki az előnél dolgozott, ott jelent meg. Azt mondta, hogy az anyagot megjelented ide, visszaírt nekem, hogy azért jó lenne egy picit a művészekkel is beszéljek, ne csak ilyen ex-katedra stílusba írjak. Utána egy kicsit megnehezteltek rám, de utána aztán megint jó barátok lettünk. Tehát így telt el az élet. Na, vagy így néz ki a Pannonhalma, uh-huh. amikor csak sziluettbe látszik. Hát ez egy hatalmas nagy épület, és itt köd volt közöttem, és ide besütött a nap. És akkor egy ilyen sziluett itt van, máskülönben a nap. Számomra a legérdekesebb az volt, amikor arról faggattam, hogy utána átköltözött Magyarországra, követte a családját, ugye, akkor hogyan tudott megbirkózni az ottani természettel, ugye? Pannonhalmán persze vannak dombok, ilyesmik, síságok, egyebek. Hogyan festett akkor tovább, ugye? Mert ő, aki gyakorlatilag itt a természetben élt az életét. És azt mondta, hogy neki a természet azt jelenti, hogy egy belső feldolgozást mindig azt fedíti ki. Legtöbbször a tájképeket nem is a tájba festi meg, hanem bent a műteremben, és magával hozta a gyergyói, a csíki, az erdélyi vidéket. Tehát legtöbbször azt mondja, ott is mind azt festette, amivel itt feltarisználta magát, hogy így fogalmazzak. Ezt láttam, Marosfőről látszik a Gyergyó nagyhegye, a Délhegy. Ez a Délhegy Gyergyóban, ez Marosfői része, ez itt előtér. Az pedig fantáziakép. Ilyen nincs, de ez volt Franciaországban, és együtt vittük ki. Emlékszem, amikor voltunk a Szent Michelben, a művésztelepen. De utólag mire jöttem rá, hogy ha én egy ekkorát emből kiveszek, így, csinálok egy ilyen kis ablakot, vagy egy ekkorát kiveszek ebből, ezért már elől a képről én 10 nagy képet tudnék festeni. Annyi szép részlet van itt benne. Ez mind nagy, nagy képeknek a részletei, nem ilyen szép ez a dombóval, így ennyi. Itt is, ott is, mindenütt. Mindenütt van rajta egy-egy szép. Ezeket kint festette a természetben? Dehogy. Hát már rég ne. Itt sincs olyan, amit én... Itt ebben a teremben nincs. Nincs. Akkor ki megy a természetbe, az csak egy impresszió? Én csak járkálok. Én csak járkálok és figyelem, hogy milyen szép. Uh-huh. És feltölti? Hát, lassan feltöltődök. És akkor, amikor kiteszem az asztalra, akkor visszajön. Uh-huh. Visszajön. Ez egy világkiállításon szerepelt Barcelonában, a Miró kiállításon, 74-be rajzoltam, és akkor Bukarestből elvitték, vagy azt hiszem, 56-on szerepeltünk, Romániát képviseltük a barcelonai kiállításon. Ez létező domborzat, Mindszent fölötti jegyen, Bánkfalvára, hogy megyünk át, onnan így néz ki az Alcsíki medence, és ezek a szántóföldök felülről nézve a lefelé. És azt megláttam, és ilyen van, hát az egy modern kép, de hát az valóságban ilyen is lehet, mint onnan leterén. Na ez is, ez a három kép egy külön kísérlet, amit mondtam ott a Páccal is. És egyiket se csinál még, még mindig valami újat keres. Ha
ha kitüntetik az embert, akkor ki szokták rakni ezeket is. Úgyhogy ezekből előszedtem egy párat, ide betettem ebbe a két vitrínbe. A gyergyói magyar kultúráért díj. Száregyér van. Hárman kaptuk. Akkor még ért Laji is. Ugye az egy óriási kezdeményezés volt a diktatúra idején egy olyan művésztábort létrehozni, amelyik Székelyföldön van. Mert ugye hogy hívtak román művészeket, hát azért volt barátság művésztábor, azért, hogy a hatalom felé le legyen terhelve ez az akció. Ez az a három csóró ember, Zöld Lajos, a szárhegyi származású kis újságíró, akinek egyébként évfolyamtársam volt, úgyhogy ismerem az egész életét. És ez a két tulajdonképpen kezdő festő ugye megcsinálja azt, hogy otthont teremt az erdélyi magyar művészetnek. Egy politikailag, társadalmilag rendkívül és gazdaságilag rendkívül mostoha korszakban teremtettek a művészetnek közérdeklődést, hajlékot, célt, értelmet, miközben a saját stílusokat is erre hangolták rá. Ők tulajdonképpen soha nem szakadtak el, semmifajta divat érvényesülési lehetőség érdekében attól a világtól, attól a valóságtól, amelyben felnevelkedtek, és a szüleik, a nagyszüleik éltek, és mondjuk még ők is élnek. Végül is jó, most Gál András Palonhalmán lakik, de ez olyan dolog, én is Békés Csabán lakom, de hát nálunk vadabb erdélyeket úgyse kapnak sehol. Tehát ez a hűség, akármilyen elkoptatott ez a szó. Igenis, ez a hűség. '70-ben festettem ezt, és ez volt most kiállítva az erdélyi művészek kiállításán. Azért volt csak egy, mert nem értesítettek le, nem tudták, hogy hol vagyok. És amikor én már megtudtam, akkor azt mondták, annyi munka van, csak egyet vigyek. És akkor azt mondtam, hogy ez a legszebb képem, ezt hiszem. Mert Nagy Imre azt mondta, hogy soha senkinek oda ne add. Amikor Nagy Imrét lerajzoltam, azt mondja, hogy csak ide rajzolt, mit rajzolsz? És mondom, Imre bácsit rajzol. Megnézi, engem ilyen rossz papírra ne rajzolj. Lehetett tanulni Nagy Imrétől? Ha lehetett, mert szigorú volt, és mindenki félt tőle. Én is féltem, más is, mindenki félt tőle, mert az igazat kimondta, nem mondom. Nem. De azért hasznos volt az az igazság. Kevés szóból, a festészet is olyan. Kevéssel többet lehet mondani. Azért nem szeretem, hogy amikor már kezdenek egy-egy munkáról sokat beszélni, az nem jó. Az biztos nem jó. Hát annyi mindent bele lehet magyarázni egy ilyenbe. Abba például. Abba. És a sznobok elhiszik. Nem azt mondják, hogy új, hát én azt szeretném, hogy a művészetnek az a lényege, hogy szép legyen. A szépet kell közölni az emberekkel. Na ez is egy szép akvarel. Ezek a szép részek benne. Én szépnek látom, aztán nem tudom.